Ebben az épületben működött Szegeden a 2F nyelviskola központja. 2010-ben a Csongrád megyei munkaügyi központ eltiltotta a céget a működéstől. Az iskola több százezer forintért kínált nyelv- és számítógépkezelői tanfolyamokat. A megkötött szerződéstől szinte lehetetlen volt elállni, ha valaki elégedetlen volt a szolgáltatással. Ha pedig nem fizetett, 24%-os kamatot számoltak fel. Én úgy érzem, tisztességesen végeztem a munkámat, ezt mondta az ügyről az Indexnek Vona Gábor. A lap ugyanis kiderítette, a Jobbik elnöke éppen ennek az iskolának dolgozott üzletkötőként 2004 és 2006 között. Azaz, ő volt az egyik, aki rábeszélte az ügyfeleket arra, hogy több százezer forintos tanfolyamokra iratkozzanak be. A párt honlapján önéletrajzában az elnök csak annyit ír, hogy egy nemzetközi nyelviskolában dolgozott. Az Index kérdésére Vona Gábor azt mondta, nagyon kemény munkát végzett, és hozzátette, idézem, biztos, hogy hasznát vettem ennek a munkának a politikában. Egy fiatal ember esetében nem mindig választás kérdése az, hogy hol keresheti a kenyerét, örül, ha kenyeret kereshet. Z. Kárpát Dániel, a párt országgyűlési képviselője azt mondta, Vona Gábornak nem volt választása, dolgoznia kellett. A Jobbik szerint Vona Gábor csak egy alkalmazott volt. Elnök úrnak semmiféle ráhatása nem volt ezen cég üzletpolitikájára. Egyetem mellett egyszerű alkalmazottként kereste a kenyerét, ugyanúgy, hogy Magyarországon sok százezer más polgárunk kénytelen multiknál dolgozni. Az LMP szerint nem az a baj, hol dolgozott korábban Vona Gábor. Az LMP-t olyan nagyon nem érdekli az, hogy Vona Gábor milyen kétes cégnek volt az ügynöke, ez nem olyan fontos. Fontosabb az, hogy Kovács Béla, a Jobbiknak az Európai Uniós képviselője, az volt a ügynöke a KGB-nek. Kerestük Vona Gábort, a Jobbik elnökét is, de nekünk nem akart nyilatkozni. A 2F iskola tulajdonosai azóta új nyelviskolát alapítottak, kerestük őket is, de elérhetetlenek voltak.